Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket a Régió Plus Televízió magazinműsorának 9. számában. Bibók Barbara vagyok. Mai adásunkban további vendégeket szólaltatunk meg az Aszódi STK helyzetének ügyében. Beszélgettünk az óvodai néptáncoktatás fontosságáról, valamint vendégeink lesznek az országos SAK diákolimpia győztesei is. Tartsanak velünk! Múlt heti adásunkban dr. Magyari Beatrixszal, az Aszódi STK igazgatóasszonyával beszélgettünk az STK napjainkat érintő problematikájáról. Jelen adásunkban pedig vendégeim dr. Gevorgyán András, a MedCenter igazgatója, illetve dr. Bodó Zsolt, a Legyen az Ön Szívügye is alapítvány megalapítója. Szeretettel köszöntöm Önöket műsorunkban. Szeretném elsősorban András urat kérdezni, hogy a MedCenter hogyan kapcsolódott az Aszódi STK-hoz? Köszönöm, hogy jelen lehetek ezen a beszélgetésen, és köszöntöm a nézőket is. A MedCenter 2008-ban pályázott egy önkormányzati kiírásra, amelynek nyomán 2009. január 1-től kezdte meg a szakrendelőnek a működtetését. Annyit kell rólunk tudni, hogy ez egy szakcég, amely egészségügyi szolgáltatók működtetésében, működésében szerzett tapasztalatot, és nyilvánvalóan így kerültünk abba a szakmai pozícióba, hogy az aszódi szakrendelő működéséért, annak irányításáért felelősséget vállalhattunk. Milyen részfeladatokat, illetve feladatok megoldását vállalta magára a MedCenter? Ennek a feladatnak egy nagyon-nagyon erős szakmai tartalma van. Tulajdonképpen mi az első lépésekként átvilágítottuk a szakrendelőt, áttekintettük közösen a kollégákkal a szakrendelő szakmaszerkezetét, áttekintettük az igénybevételt, ez alapján bizonyos megállapításokat tettünk, és nyilvánvalóan a lakossági igényekhez a törvényi keretek adta lehetőségen belül próbáltuk az elmúlt 2 évben igazítani a szakrendelőnek a szakmailag úgy nevezük, hogy szakma szélességét és szakma mélységét, tehát tulajdonképpen az ellátások szakmai tartalmát. Ennek kapcsán, csak hogy a nézők számára is közérthetőbb legyen, bizonyos szakmai átcsoportosításokat hajtottunk végre, megjelentek olyan ellátások, vagy megerősödtek olyan ellátások, amelyek a lakosság igénybevétel miatt sokkal markánsabban kellett, hogy képviselve legyenek a szakrendelőnek a szakmai portfóliójában. Hogyha a finanszírozás területéről beszélgetünk, akkor mi az itt az STK rémhíre, ugye, hogy bezárják az Aszódi STK-t, és a MedCenter párhuzamát tekintve az a fontos momentum, amit mondjuk a nézőkkel tisztáznunk kellene, illetve amit ennek kapcsán el kellene, hogy mondjunk? Én csak megerősíteni tudom azt, amit igazgatóasszony is elmondott itt a múlt héten. Az aszódi szakrendelő bezárásáról szó sincs. Erre egyébként a MedCenternek semmilyen jogi és egyéb lehetősége nincsen. Mi tulajdonképpen, amikor már 2 évvel ezelőtt, de most folyamatában megszólítottuk az önkormányzatokat, megszólítottuk magát a Aszódváros önkormányzatát, mint a szakrendelő felelős, továbbra is felelős, fenntartó tulajdonos önkormányzatot, akkor tulajdonképpen csak azt kívántuk jelezni, hogy itt van egy elhúzódó probléma a finanszírozással és a finanszírozási változásokkal összefüggésben, amelyek 2009-re datálhatóak, és azóta folyamatosan fennállnak. Sajnos azt kell mondanom, hogy a kormányváltást követően sem változtak meg. Nyilván bízunk abban, hogy az államtitkárság és a gazdasági helyzet javulása, az államtitkárság munka és a gazdasági helyzet javulása nyomán több finanszírozás juthat az egészségügyre, de jelen pillanatban egyébként a régióban, a régió alatt értem a visegrádi országokat is, példátlan módon keveset költ az ország egészségügyre, és ez nyilvánvalóan az aszódi szakrendelő szintjén is érezhető és érződik az elmúlt 2 évben. Itt nagyon fontos hangsúlyozni azt, hogy az önkormányzat és az önkormányzatok szerepvállalása azzal, hogy működésbe adták a szakrendelőt, nem szűnik meg és nem szűnhet meg. Nekünk személy szerint is igényünk van arra, hogy folyamatosan egyeztessünk az önkormányzattal nagyon-nagyon sok kérdésben, hiszen mégiscsak itt a lakosság felé irányuló egyik legfontosabb szolgáltatásról van szó.
az egészségügyi ellátásról. Talán még ide sorolnám az oktatást, ami hasonlóan fontos, ha egy picivel nem fontosabb, mint az egészségügyi ellátás, de azt gondolom, hogy ez az a két kiemelt szolgáltatás, amiben igenis az önkormányzattal, az önkormányzatokkal közösen kell stratégiát alkotnunk, közösen kell az elképzeléseinket megvalósítanunk. Mi tulajdonképpen azt szeretnénk, hogy továbbra is együttműködésben az önkormányzatokkal ezt az ellátást fenntartsuk és fejlesszük. Azért az elmúlt két évben, mint ahogy említettem is, nagyon sok területen fejlődött az ellátás a szakrendelőn belül, és egyébként kiváló kollégáink vannak, kiváló kollégák jöttek, új ellátási formák jelentek meg, az OEB befogadott bizonyos ellátásokat, amik nem voltak eddig a szakrendelőben. Most tervezzük a kardiológiának egyébként az elindítását, infrastruktúrálisan és szakember szintjén is készen vagyunk erre, úgyhogy ősszel valószínűleg ez az új ellátás is megjelenik a szakrendelő palettáján. Illetve ami még hangsúlyozandó, hogy azt gondolom, hogy az alapellátási ügyeletnek a problematikája, kérdésköre és az elmúlt két évben talán a lakossági visszajelzések is ezt igazolják, megnyugtatóan rendeződött, de ezt talán főorvos úr meg tudja majd erősíteni. Tehát azért itt sok minden történt. Ez egy felkészült kollégákkal, felkészült szakmai stábbal működő szakrendelő. Sajnos a külső környezet méltatlan hozzá, értem az épület állagát, az infrastruktúrális hátteret, amin megjavítani kellene, ezt mi egymagunkban nem tudjuk megoldani jelenlegi helyzetben, mert a működés fenntartása is nagyon-nagyon komoly erőfeszítéseket igényel. Szükség van erre az önkormányzatokkal való együttműködésre, és az önkormányzatok nem csak verbális, hanem azt gondolom, hogy anyagi támogatására is. Erre számos példa van, akár a külső környezetünk, közvetlen külső környezetünkben is. Gödöllő, Veresegyház tudtommal évek, évtizedek óta igenis hozzájárul anyagilag is a szakrendelőnek a fenntartásához és működéséhez. És ugye az önkormányzat kevésnek bizonyult, tehát tulajdonképpen erre jött az alapötlet Bodó doktor úr, főorvos úrtól, hogy ugye egy alapítvány létrehozását célozzuk meg, mert hogy ahogyan Gevorgyán úr is említette, a környezet ugye eléggé hát negatív állapotban van. Hogyan jött ez a gondolat, és mikor fogalmazódott meg önben? Hát ez már évek óta folyamatosan alakult ki, tehát nem egy gyors változás volt. Például a folyosón, a betegváróban az ülőkéket hát 15-20 évvel ezelőtt újítottuk föl. Pontosabban kicseréltük azokat a kerti padokat, amelyek ott voltak. Úgy nézett ki, hogy a betegek szívesen foglalnak helyet egy műből bevonatú, kellemes ülőkéken. Sajnos aztán várakozás közben ezek tönkrementek, részben a beteg segítséggel, akkor fölújítottuk ezeket az ülőkéket, és most megint olyan állapotban vannak, hogy ez tényleg nem odavaló már. Vagy ha azt mondom, hogy a betegek által használt vizes blokkok fölújításra szorulnának, bizony megtörténik, hogy elviszik onnan a villanykapcsolót, csak a csupasz drótok maradnak. A padozat nem is a váróban, hanem egyes rendelői helységekben elég könnyen megmozdul, föl kell szedni az újra lerakásnál, vagy a régi anyagot használjuk föl, de vannak olyan helyek, ahol pótlásra kerültek a padlólapok, azok bizony csúszósak. Hát igen, is ebből kifolyólag. Igen. De hát megtörténik az, hogy kifogy a gépből az EKG szalag, amit pótolni kell. Ha egy-egy laboreszköz sürgősen pótolni kell, akkor ahhoz is kellene segítség. Úgyhogy folyamatosan alakult ki ez a helyzet, és hát úgy gondoltam, akkor még képviselő voltam, hogy a képviselői néhány hónapos tiszteletdíjamat felajánlottam, és ezt az önkormányzat bruttósítva adta az alapítványhoz. Kiktől várnak segítséget, illetve milyen támogatásra számítanak itt az alapítvány keretein belül? Hát elsősorban a lakosság segítségét szeretném megnyerni, de talán ami még ettől is fontosabb, a környező települések önkormányzatait szeretnénk megnyerni, mert hát ugye
olyan a helyzet, hogy mi nem tudjuk átvállalni, tehát az alapítvány nem tudja átvállalni a működtetés költségeit a működtetőtől, a MedCentertől, de ha olyan segítséget nyújt, amelyre nem kell esetleg költenie a működtetőnek, az biztos sokat jelentene. Volt is már, amióta most már működőképes az alapítvány, volt is felajánlás, a labor helységeit kifestették, kimeszelték. Tudtommal a mai napon egy ács csapat a tetőszerkezetet nézi meg és kezdi el javítani. Úgyhogy mindenféle segítséget szívesen várunk. Akár készpénzt, akár szakmai munkát, akár megmaradt építőanyagot, bármit, amit föl tudunk használni természetesen, bármit szívesen veszünk. Szakmai munkák tekintetében mi az, amire most pár pillanat szükség van, hogyha a kedves nézők nézik az adásunkat, és mondjuk már fogalmazódik bennük ez a segítő szándék, akkor miben tudnak jelen pillanatban segíteni? Hát, ahogy mondtam, ács munkában, a tetőjavításban, de valószínűleg a csatornákat is át kellene nézni. Aztán érdemes lenne például az épületet körbe venni egy betonszegéllyel, mert úgy láttam, hogy az épületet körbevevő járda-szerű beton tömbök befele billennek az épület felé, és az esővíz odafolyik, és a falakat tönkre teheti. Értem, milyen fórumon keresztül érhetik el önöket a segítő szándékú jelentkezők? Hát a rendelőintézeten keresztül mindenféleképpen, telefonon is, azt hiszem, hogy már lesz lassan honlapunk, e-mail címünk van, de telefonon keresztül minden további nélkül. Természetesen az alapítvány számlaszáma és az elérhetőségei azok a képernyőnkön is megjelennek, hogy a nézőink láthassák, illetve rendszeresen működő képújságunkban is közzétesszük ezeket. És ha jól tudom, akkor egy jótékonysági estet is terveznek rendezni a közeljövőben. Igen, szeptember 24-én 15 órai kezdettel az Aszódi Evangélikus Gimnázium aulájába tervezünk egy jótékonysági délutánt vagy estet, ahol a közreműködők között egészségügyi dolgozók is lesznek, és hát arra várunk és szeretettel hívunk minden érdeklődőt. Megpróbáltuk úgy összehozni a műsort, hogy a környező települések egy-egy műsorszámmal képviseltetnék magukat, aztán versek hangoznának el, zeneszámok, énekszámok, úgyhogy ezt. Van lehetőség támogató jegyek vásárlására, illetve természetesen, helyszínen, minden további nélkül. Tehát akkor nem elővételben, hanem a helyszínen megvehetik az érdeklődőket. Igen, én úgy gondolom, hogy ott helyben ez megoldható. Értem. Hát reméljük, hogy minél többen eljutnak a jótékonysági estre délutánra, és minél többen segítő szándékukat megfogalmazva jelentkezni fognak az alapítványnál. Én nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttek, és akkor nagyon jó munkát kívánok az alapítványnak, a MedCenternek, és reméljük, hogy közösen együtt megmenthetjük az Aszódi STK-t. Köszönjük szépen, és elnézést, nem csak megmenteni, hanem fejleszteni szeretnénk. Így van, mindenképpen. Fejlesztjük és mentsük meg az Aszódi STK-t. Köszönjük. Köszönjük szépen is. A következő vendégem Dormányné Szabó Andrea, aki a Kartali Óvoda egyik óvónője, és emellett néptánc oktatóként is tevékenykedik, méghozzá az óvodában, egészen a mini csoporttól kezdve. Mióta végzed ezt a tevékenységet, és hogyan jött ez a meggondolás, hogy az óvodában néptánc oktatás legyen? Hát már nagyon régóta volt ez terve, hogy lesz majd egy olyan óvónő, aki esetleg egy ilyen iskolát elvégez, hogy az óvodában szakmai kereteken belül is, tehát hivatalosan is működhessen a gyermektáncoktatói foglalkozások. Hát és én ennek 2006-ban elkezdtem az iskolát, de ennek már előzménye az volt, hogy az óvoda nagyon sokszor szervezett népzenei táborokat így a nyarak alatt, és annak mindig aktív résztvevője voltam én is, ebben mindig segítkeztem, és aztán 2006-ban jött el az idő az, hogy a Budapesti Tanítóképző Főiskolán indult egy gyermeknéptáncoktatói szak, és én ott azt elkezdtem és elvégeztem, és már közben is az óvodában végig folyt, amiket ott tapasztalatokat szereztem, azokat már be is vittem az óvodai életembe. Akkor még csak a saját csoportomon belül
vittem ezeket a népi játékokat, népdalokat, amiket ott tanultunk, és aztán 3 évvel ezelőtt történt az, hogy szakkörszinten most már működik az óvodában a gyermeknéptánc. Tehát tulajdonképpen az óvodai oktatás kereteiben is, illetve már délutánonként szakköri tevékenység keretében is. És ugye említetted, hogy népi játékok, tehát játékos formában történik maga a néptánc oktatás, ez miért fontos? Ez azért fontos, mert igazán, mint óvónő, nagyon jól tudom, hogy mi az óvodás korosztálynak az életkori sajátosságai, hát és ezt tudva lévő, hogy igazán ebben a korban néptáncot még nem tudunk tanítani, hiszen maga az életkori sajátosságaik nem alkalmasak erre. Ebben az időszakban az a legfontosabb, hogy a népi játékokon keresztül előkészítsük azt, amikor majd egy komoly néptánc oktatáson részt fog venni az a kisgyerek, ezeknek az alapjait megadjuk. Hiszen ezek a népi játékok, ezek olyanok, hogy előkészítik ezt, majd egy ugróstáncnak a lépését előkészíti, vagy egy csárdás lépésnek a lépését előkészíti, és ez majd így fog az évek alatt kiforni, mire majd nagyobb baska lesz, sokkal könnyedebben fog neki ezeket a tánclépéseket megtanulni. Berögzülnek ezek a mozdulatok, tudatossá válnak. Említenél néhány ilyen játékot, amit szoktatok játszani? Persze, nagyon-nagyon-nagyon nagy a repertoár. Főként Lázár Katalin könyvéből szedegeztem össze ezeket a játékokat, ami a gyerekek körében játszunk. Hát amire nagyon sok pár választójáték van, amiben egy forgások vannak, akkor különböző fogójátékok, hiszen a gyerekek ezeket nagyon szeretik. Például Héja az az egyik játéknak a címe. Például ez a játékunk, tavaly voltunk Sződön, nem is tavaly idén, mert már 11-ben voltunk februárban Sződön a gyermek néptánc találkozón, és például ez a játék is abban benne volt, pedig holott ez egy fogójáték, de nem kell ettől megijedni, hiszen amit már említettem, hogy az óvodai néptáncoktatás igazán a lényege az, hogy játszunk, és a játék során a gyerekek jól érezzék magukat, és majd megszeressék majd később a néptáncot. Tehát azért számomra nagyon fontos, hogy a játékossága legyen előtérbe helyezve mindenképpen. És ugye az elmúlt években nem csak ez az egy meghívásotok volt, hanem több helyen is felléptetek, szerepeltetek, bemutattátok a tudásotokat. Milyen fellépéseket, vagy milyen bemutatók voltak ezek? Hát talán a legrangosabb, meg a számunkra legfontosabb mindenképpen ezek a népzenei találkozók, néptánc találkozók az óvodásoknak. Ez a Galga mentén indult el sok-sok évvel ezelőtt, de most már kibővült, nem csak a Galga menti települések vesznek ebbe részt, hanem most már kicsit távolabb is, és most már ezt én mondhatom is, hogy 10-15 éve mindig aktívan részt veszünk ezen a rendezvényen, de a falu szintű rendezvényeken is szinte mindig megszólítanak bennünket, Kukorica Fesztiválon többször szerepeltünk már, a Sziszi napon, ami ezelőtt volt pár évvel, az elsőnél és utána is mindig meg vagyunk szólítva, nyugdíjasok napján, tehát a falu szinten, majálison, falu szinten, mikor megszólítanak, akkor elmegyünk a gyerekekkel. Akkor nagyon színesek a lehetőségeitek ezek szerint. Miért fontos az egyébként, hogy már óvodáskorban elkezdjük ezt a területet ismertetni a gyermekekkel, és miért fontos eleve az, hogy a népi hagyományokat, a néptáncot, mint olyat megismerjék? A legfontosabb az, hogy ne engedjük, hogy ez elsikkadjon. Főleg a mai gyerekek már, ha hiába szeretnénk mi egyre jobban, hogy a néphagyomány fönn maradjon, de ezek a mai gyerekek már nem egészen olyanok, mint sok-sok évvel ezelőtt, és tényleg nagyon tudatosan kell erre figyelni, hogy a népdalok, a néptánc, a népi játékok fönn maradjanak. Ez a korosztály talán a legfogékonyabb még erre, hiszen neki még nincsenek ilyen nagyon nagy külső hatások, amikettől el tudják őket tántorítani, és én úgy gondolom, hogy ha ebbe az időszakban befogadóvá válik, akkor azért ez meg fog maradni biztos majd a későbbiekben is, és nem fog tiltakozni ez ellen a néphagyományok, a népdalok vagy a népzene ellen. És ugye ezt ötvözitek a mozgással, tehát tulajdonképpen a sport mint olyan is megjelenik ebben a dologban, és szakköröket is említettél. Igen. Milyen időpontban és hol vannak ezek a szakkörök? Milyen korosztály jelentkezhet ide? Itt az óvodában szokott lenni a szakkör. Egy héten egy alkalommal két korosztályban szoktam a gyerekeknek ezt megtartani. Van egy kisebb korosztály, meg egy kicsit nagyobb bacska.
A tavalyi év volt az első, hogy az egészen a miniktől, a 3 éves korú gyerekektől megkezdtem. Én is nagyon féltem tőle, hogy fog ez sikerülni, de úgy gondolom, hogy nagyon ügyesek voltak, és nagyon nagy kedvel jöttek. Nem is emlékszem igazán, hogy volt lemorzsolódás a létszámból, és nagyon magas létszámmal, tehát 40 fölötti létszám volt az, aki a tavalyi évben részt vett a néptánc oktatáson. Nagyon fontos a mozgás, hiszen a mozgás kultúrát, ügyesednek, edződnek a gyerekek, mindig hallgatunk, vagy nagyon sokszor hallgatunk népzenét, arra táncolunk, hát a magunk módján, ugye nekik az még inkább csak ilyen kis ugri-bugri, de nagyon megmozgatja őket, és nagyon-nagyon élvezik. Én úgy gondolom én, mert akkor nem járnának ilyen kitartóan, hogyha nekik ez nem okozna örömet. Kifejezetten csak kartaliak járnak, vagy pedig a környező települések? Igazán. Az óvodából járó gyerekeknek van ez a szakkör ugye meghirdetve, de szerencsére azért a kartali óvodában nem csak kartali óvodások járnak, hanem a környékből is, Aszódról is, Kállóról is, Versegről is, úgyhogy valamilyen szinten azért így a környező településekbe is szerintem már van ennek híre, akárhogy is veszük én, hogy gondolom. Hogyan tudnak jelentkezni azok, akiket érdekel ez a lehetőség? Téged kell, hogy keressenek? Igen, engem minden év elején kiszoktam a hirdetőtáblára, hogy több helyen kiszokott lenni. Kiteszem, hogy indul, mikor indul a néptáncoktatás, arra föl kell iratkozni. Hát persze azért létszámfüggő ez az egész, de azért mindig próbáltuk úgy megoldani, hogy senki nem maradjon ki ebből. A fiú-lány arány egyébként hogyan alakul? Kevesebb fiú van? Igen, sajnos kevesebb a fiú, ez mindenképpen így. Átlános tendenciát. Így van, és annak idején, mikor ezt az iskolát végeztem, akkor pont a szakdolgozatomat is erről írtam, hogy vajon a népi át, mai gyerekek között néptánc, vagy egyáltalán az ilyen foglalkozásokon miért kevesebb a fiú. Hát nagyon nagy előrejutás nem volt ebben sem, hiába bogoztuk, de bízom benne, hogy azért már mindig többen lesznek. Hát én a saját csoportomban lévő fiúkat nagyon-nagyon próbáltam, hogy jöjjenek, és nagyon nagy, úgy gondolom, hogy az én csoportomból például 7 kisfiú is eljött a 14-ből, úgyhogy az egy nagyon jó létszám, de úgy, ha az egész létszámot veszem, akkor azért az kevés, sokkal több a lány. Hát akkor arra buzdítjuk a fiús anyukákat itt a nézők között, hogy mindenképpen küldjék a kisfiúkat néptáncoktatásra, néptánc szakkörre, hogy a kartali kismenyecskéknek, illetve a környező településekről érkező kismenyecskéknek meg legyenek a párjai, és nagyon sok sikert, jó munkát kívánok neked a továbbiakhoz, és akkor ugye szeptembertől pedig várod a jelentkezőket a szakkörökre a kartali óvodában. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen, hogy eljöttél hozzánk. Köszönöm szépen. A stúdiónkba egy egész sok csapat érkezett hozzánk. Szeretettel köszöntöm nálunk Tóth Mátét, a Galgavidéki Sakbarátok Egyesületének elnökét, illetve 3 győztes tanítványát, Tóth Nikolettet, Juhász Flórát és Horák Vandát. Máté, szeretném megkérdezni, hogy mióta sakkoznak önnél a lányok, illetve hogyan jött ez a lehetőség, hogy egyáltalán a fiatalok a környéken sakkozni járhatnak? Nagy szerencsénkre óvodáskoruk óta játszanak már, akkor segítsetek nekem kiszámolni, jót is sakkozók vagytok, hány éve játszunk összesen? Most 4., 5. jártok, ugye? És akkor óvoda az hány éve volt? 6-7. Hát akkor most már 6-7 éve játszanak a lányok. Az egyesület egyébként pont akkoriban alakult, és nagyon nagy szerencsénk volt, hogy eléggé nyitottnak mutatkoztak az oktatási és nevelési intézmények igazgatói erre a játékra.
És puhatolózó jelleggel kezdtük el ezt óvodákban és iskolákban, itt a Galga vidéki településeken. Hány településre kell itt gondolni? Szám szerint most 5 településen folytatódik ez a munka. Turán kezdtük el, azért említem Turát. Ugye egyébként a Galgavidéki Sakbarátok Sportegyesülete is turai bejegyzésű, tehát a turai önkormányzat tart minket számon, és hát azt a pici kis támogatást, amit kapunk évente, azt tőlük kapjuk. Tura, Galga Hévíz, Hévíz Györg, Bag, Zsámbok és Iklad. Tehát azért 6 mégiscsak. Heti több alkalommal vannak? Általában heti egy alkalommal. Pontosan azért, mert mind óvodákban, mind iskolákban ugye el kell jutnom, és révén, hogy 6 településről van szó, hát vannak bizony olyan napjaim, amikor kezdek egy óvodában, valahol Turán, aztán át kell mennem a következő óvodába, mondjuk Hévízgyökre, délután pedig lesz egy ikladi óvodai csoport, és egy ikladi iskolai csoport. Igyekszem úgy csoportosítani nyilván, hogy minél kevesebb kilométerbe tudjam megoldani ezt, tehát kilométer felhasználással, mert azért csak a benzinköltségünk az eléggé magas. Hát, persze, érthető, azért inkább. A mai árak az rettenetes. Tehát. Milyen létszámot érint egyébként ez a néhány település itt a környéken? Hányan járnak ezekre a foglalkozásokra? Ez meglehetősen fluktuáló, maga a létszám, pont amiatt, mert év elején ugye nagyon sokan megkísérlik a dolgot, aztán amikor tudatosul bennük, hogy azért ez nem egészen az ő sportjuk, mert ez azért kiderül 2-3 foglalkozás után, akkor pici kis lemorzsolódás szokott lenni, de az én tapasztalataim szerint azért olyan 60-70 gyereket tudom foglalkoztatni. Igen, összesen természetesen. 8-as és 10-es csoportokat tudom ezt megoldani, mind óvodában, mind iskolában. Általában ilyen 8-as, 10-es csoportokkal dolgozunk. Bár Hévízgyörgyön, emlékezzetek, sokszor összevont foglalkozásokat tartunk, ugye a kezdők és a haladók együtt, és ott például van, ugye, amikor 20-an összejövünk. Úgyhogy az már egy eléggé szép csoportos foglalkozás. Nagy családos foglalkozás akkor. Igen. Hát nagy szerencsénk van, hogy valamennyien imádják ezt a játékot. Tehát azért pont ezért kezdjük el óvodában, mert ott kiderül, hogy milyen viszonyba kerül a játékkal a kis növendék. Azért úgy vettem észre, hogy ők egy életre jegyezték magukat ezzel az izgalmas játékkal, és hát ők eredményt is tudnak szállítani. Megjegyzem, hogy az óvodában már tudtuk róluk, hogy lévén, hogy nagy érdeklődést mutattak a játék iránt, hogy őket el lehet indítani ezen a vonalon. Most nem a profi vonalra gondolok, hanem egy egyesületi szinten tudnak játszani, és ezt így eredménnyel is bizonyították. Hiszen itt ülnek aranyérmek a nyakukban, a diákolimpián szerzett pólókban, ugye? Amit látjuk, és hát ha jól tudom, nem is ez az egyetlen megmérettetés, tehát folyamatosan voltak versenyek, ugye lányok? Tehát amin itt részt vettetek. Honnan beszél valamelyik őtök a versenyzés? Niki, mesélsz nekünk egy kicsit róla, hogy milyen versenyeken vettetek részt? Hát már több versenyeken is voltunk, úgyhogy együtt, és már szereztünk aranyérmet is, máskor is, meg ugye ahogy azért is kellett nyernünk egy aranyérmet, hogy átjussunk Szombathelyre a megyei döntőn. És hogy sikerült ez a megyei döntő, lányok, itt a másik két hölgy? Flóra? Hát elég jók voltak, elég jól teljesítettünk. Mint hogy megnyertétek. Igen, megnyertük, és hát... Elég jó volt a hangulata is, úgyhogy... Innen mentetek tovább akkor az országos megmérettetésre, izgulva, készülve. Hogyan készültetek rá egyébként? Hát otthon is gyakoroltunk, meg Máté bácsi is sakórákon még tanított minket, úgyhogy elég jól fel tudtunk készülni rá. Mennyi időt szoktatok sakkozni, Vanda, egy nap például? Ez hogy alakul egy időben? Egy nap? Hát ugye a számítógépen
Számítógépen is játszatok ezek szerint, tehát ez már egy ilyen modernebb változat. Honlapok. Hogyne. Hát eléggé sok honlapon lehet már játszani, tehát vannak olyan játékszerverek, amelyeket közösen megbeszéltünk. Tudunk úgy játszani például, hogy a Vanda odahaza ül a számítógép előtt, ugye felmegyünk ugyanarra az oldalra, és akkor én túráról esetleg őt edzem, mert instruálom. Hát elég egy nem kell már a fotábla hozzá, hagyományos módszer. Igen, tudjuk instruálni egymást, illetve tudunk beszélgetni, ugye csettelünk, és meg tudjuk beszélni az aktuális legjobb lépéseket. Hát ugyanis a sakk arról szól, tudják ezt nagyon jól a lányok, hogy mi a játék minden fázisában, ugye az első lépéstől az utolsóig mindig meg kell találni a legjobb lépéseket, a az optimalizációt is erősíti. Ők hozzászoktak ahhoz, állandóan döntési helyzetben vannak, az első lépéstől az utolsóig mindig azon kell töprengeniük, hogy abban a bizonyos állásban, amelyik ugye szüntelenül változik, mert az ellenfél is lép, ugye, mindig meg kell találni a legerősebb lépést. Aki ezt meg tudja csinálni, 40 lépésen keresztül, az megnyeri a játszmát. Hogyha az ellenfele, ugye, hogyha az ellenfeletek ugyanezt megteszi, akkor mi lesz a játéknak a vége? Akkor döntetlen. És hogyha véletlenül valami nagyon nagyot hibázunk, illetve hál' Istennek egyre ritkábban fordul elő veletek, akkor sajnos elveszítjük a partit. De a lányok a megyei versenyeken 70-80%-os teljesítményt szoktak nyújtani, ez nagyon jó. Többnyire ilyen eredményekkel, illetve ezzel a teljesítménnyel általában versenyt lehet nyerni, de legalábbis az élbolyban mindig benne vannak. Egy ilyen megyei döntő, ez milyen létszámot jelent? Honnan kerülnek ki ezzel az eredménnyel a lányok? Testvédi döntőről van szó, és ezt általában Gödöllőn az Erkel Ferenc általános iskolában szervezik, mégpedig a Pest megyei sakszövetség. Maga az elnök, Solymosi László az elnökünk, aki igen nagy híve az ifjúsági sakkozásnak, hát szívügye, ugye pedagógus, és szívügye az ifjúsági sakkozó, és a rendkívül frappánsan levezetik ezt a versenyt Gödöllőn, általában 120-140 közötti létszámmal. Tehát, és hány továbbjutó van osztálya. Ebből? Hányan általában minden korcsoportban az első 6 helyezettet díjazzák. Ugye aranyérmet kap az első helyezett, értelemszerűen ezüst, bronzérem, második, harmadik helyezett, és díjazzák még oklevéllel a negyedik, ötödik, hatodik helyezettet, és mindig kaptok jól tudom, a díjak mellé, kis tárgyutalmak mellé még egy aktuális szaklapot, mégpedig a Magyar sakvilágot. Sakvilágot, igen. Amelyik szerintem egy remek, egy Európa szintű folyóirat. Ez egy folyóirat? Szakmai folyóirat. A Németh Zoltán a főszerkesztő, aki ő maga is egy nemzetközi mester, tehát kiváló lapszerkesztő egyben. Neki ugyancsak szívügye, egy 3 gyerekes családapáról van szó, akinek mind a 3 leánya sakkozik, most már versenyszerűen. Hát ennyit nagyjából a megyei versenyzésről. Beszéljünk egy kicsit az olimpiáról, hogy milyen hangulatban telt, és amikor oda érkeztetek, akkor milyen érzések fogtak el titeket? Meddig tartott? Vanda, erről beszélgettünk, hogy lehet, hogy erről majd te fogsz. Meséljük egy kicsit, Vanda. Az első napon, amikor megérkeztünk, még megnéztük, hogy hol játszunk, merre leszünk. Ugye ismerkedés a helyszínnél. Második nap. Kiderült, hogy hol, melyik intézmény adott helyet ennek a rendezvénynek. Hol voltatok? Iskolában vagy? Nem. Sportcsarnok. Sportcsarnok. A Haladás sportcsarnok adott otthont ennek a... A Szombathelyen volt ez a döntő is, akkor az országos is, igen. A második nap, amikor nagyon izgultunk, leültünk, hát az első játszmánkat megnyertük. Hát akkor nem is kellett annyira izgulni szerintem. És akkor jött a többi játszma még ugyanazon a napon, igen. Ezek szerint. Nem. Háromnapos rendezvény. És egy nap egy játszmátok volt? Nem. Kettő. Nyolc volt, és az első nap azt hiszem, hogy 5 volt, és a másodikon meg 3. Aha, értem. Úgy volt, hogy pénteken mentünk, szombaton délelőtt játszottunk,
Utána elmentünk ebédelni, és utána egy kicsit hazamehettünk pihenni. És meggyakorolni. Utána, igen, és utána délelőtt is játszottunk. És így ment a vasárnap is. Délutáni fordulók nem voltak? Szombaton talán volt még egy délutáni, kettő talán. Igen. Én azért kérdezem, bocsánat, én ugyanis nem voltam jelen. Tehát azért, mert a felnőtt csapatunk vasárnapi napon hivatalos megyei fordulót játszott. És én, mint az edzőjük, nem tudtam jelen lenni a versenyre, hogy tulajdonképpen telefonon tartottuk a kapcsolatot, és így a taktikai tanácsokat így telefonon beszéltük meg. De az az igazság, hogy amikor tudomásomra jutott, mert mi, én is egyéb edzőtársaimmal is ugye, tartottuk a kontaktust telefonon, ők biztosítottak arról, hogy a lányok frenetikusan játszanak, tehát szárnyalnak, és már az első napos 100%-os eredményük, tehát minden játszmájukat megnyerték, az már előrevetítette ezt a győzelmet. Akkor már se mertem rá gondolni, hogy ebből esetleg aranyérem is lehet, mert azt ugye arról beszélgettünk is, emlékeztek, hogyha ugyanolyan jól játszotok, mint a megyei döntőn, aminek meg van egy érdekes momentum a megyei döntőnek, esetleg majd arról egy-két mondatot mondani, akkor szóba jöhet egy dobogós helyezés. Ugye beszéltem erről, hogy ne féljetek, játszatok nyugodtan, és az első napon kiderült, hogy ebből bizony még arany is lehet. És ugyanilyen lendülettel, ugyanilyen jó formában folytatták a versenyt, és tehát gondolom, hogy a sok győzelem azért szárnyakat is adott, ugye? És akkor lehiggadtatok egy picit, még inkább tudtatok figyelni a játékra, ugye, mert az izgalom azért egy picit gátló körülmény. Persze, amikor már felszabadult, motiváló hatással is működik azért. Hogy élesen tartja azért az elmét a kis játék. Szóval kell egy kis drukk mindenképpen a versenyzésen. Egy egészséges izgalom. Hogyne. És mi volt az apropó a megyei döntő? Az nagyon érdekes volt, ugyanis korábban a Veresegyházi sakkiskolának a növendékei nyerték meg egy évvel korábban a megyei döntőt, akik aztán kijutottak az országos döntőre, és azt is ugyanúgy megnyerték. És kiderült, hogy ezek a kislányok, akik az ő korosztályukban szóba jöhettek, nekik nem kell a megyei döntőn játszani, miután országos címvédők, tehát ők automatikusan bekerültek az idei országos döntőre. Következésképpen nem volt a Vandáiknak ellenfelük a saját korosztályukban. Éppen ezért összeengedték őket, más megoldás nem volt, tehát végül is összesorsolták őket, felső tagozatos lányokkal, 7-es, 8-os lányokkal kellett játszaniuk, és nagyon-nagyon megverték őket. Tehát én magam is csodálkoztam, hogy ott egyik partit a másik után, azt hiszem egy ilyen 6-fordulós körmérkőzést kellett játszanotok, ugye? És ott is szállították egyik győzelmet a másik után. Talán az ellenfél, hogyha háromszor vagy négyszer tudott nyerni, ugye? Kétszer. Igen. Hát, hogy jobban tudják, mert ugye, persze, jobban tudják, mert nekem ott azért 30-40 gyereket versenyeztetek általában, és ugye több korosztályban ott kell lennem. És őket nem féltettem, mert tudtam, hogy ők nagyon ügyesek, én inkább a többieknek szurkoltam. Egyszer-kétszer azért benéztem ugye a helyiségbe, és láttam, hogy nagyszerűen játszanak, nagyon ügyesen játszanak. És azért ez már egy ilyen biztató jelnek ígérkezett, hogy van helyük, igen, van. Nem véletlenül jutottak be az országos döntőre, és ott is lehet sikereket elérni. Mint ahogy ezt be is bizonyították. Így igaz. Hová tudnak jelentkezni azok a gyerekek, fiatalok, akik hasonló sikereket szeretnének elérni, illetve akik érdeklődnek a sakk iránt? Hogyan tudnak bekapcsolódni ezekbe a foglalkozásokba? Van a sakkegyesületünknek egy honlapja. Igen. Ahol bármikor elérhetőek vagyunk. Melyik ez a honlap közé teszük a képernyőn is a kedves nézőinknek? Köszönjük szépen. Galgavidéki Sakkbarátok Sportegyesületek a honlapja, gvse.fv.hu, azt hiszem ez a címünk. Akkor itt fel tudják keresni a nézők is ezeket a lehetőségeket. Hát az egyesületi munkáról ugye általában írunk, akkor havonta. Igyekszem, hogy képben legyen a csapat, igyekszem az összes helyi sajtóban közzétenni különféle írásokat, legfőképpen eredményeket, ugye a sakkozásnak a jótékony hatását, a nevelő hatását, ugye erről még nem esett szó, hogy
hogy azt hiszem nem véletlenül döntöttek úgy az Oktatás és Nevelési Intézmény igazgatói, hogy beengedik az iskola falai közé az egyesületet. Tudnék, azért itt egy gondolkodó, ugye gondolkodtató, következésképpen gondolkodás fejlesztő játékról van szó egyfelől. Másfelől, hát egyik sakpszichológus a másik után ír erről eléggé gyakran különféle szakfolyóiratokban, hogy azért egy rendkívüli nagy személyiségfejlesztő hatása van ennek a játéknak, mert ugye egy olyan komplex hatása van a sakkozásnak, hogy nagyon sok személyiségi jegyet fejleszt egyszerre párhuzamosan. Tapasztaljuk is az iskolában, hogy nagyon jók például matematikában a lányok. Ugye a logikát azt nem kell kiemelni, de a bátor, egészséges és ellenőrzött kockázatvállalás jelen van. A döntési képesség. Mint minden sportnál, igen. A döntési képesség, ugye, mint mondtam, első lépéstől az utolsóig döntési helyzet, döntési kényszerben vannak, és az meg kell találni a legjobb lépések. Az optimalizáció. Akkor mit mondjak még? A koncentráló képesség, ugye, arra figyelek, hát ez ma nagy probléma, ugye, a gyerekeknél, hogy nem tudnak szétszórtság, arra kötelező arra figyel, és egy versenyen kiváltképpen, hogy arra kell figyelnem, amit éppen csinálok, és nincs mese, hogyha elkalandozik a figyelmem, igaz, mondom, ott veled ilyen probléma korábban, hogy nem figyelt oda a táblára, és bizony egy hiába állt nyerésre, egyetlen egy rossz lépés elég a sakkban. Egy vezért ütésbe teszünk, és már el is ment a parti, el is ment a játszma. Tehát azért... Összefoglalva, akkor nagyon sok területre kihat, és hozzájárul ahhoz, hogy egy egészséges és okos, intelligens nemzedék nevelkedjen fel ezáltal. A másik pedig még, amit feltétlenül ki kellene emelnem, a versenyzés légköre. Tehát ezért egy picit eltérő egy sakkverseny az egyéb sportrendezvényektől, ugye? Mert itt először is csöndben kell lenni. Tehát ugye, csak akkor tudunk játszani, hogyha nem zavarnak minket. Ők ezt nagyon jól tudják, hogy ott nem szólalunk meg, ugye, mert a versenyző társainkat nem zavarjuk a gondolkodás közben. Nem tudják a feszültséget mozgással levezetni, mint az egyéb sportoknál. Tehát ez egy borzasztó dolog. Képzelj, egy ilyen mozgás... Igen, egy futballban, és most a nézőközönségről, meg a viselkedésről nem beszélnék, hogy ugye mi a helyzet egy futball esetében. Itt azért többnyire a szülők vannak jelen, bármikor ugye bemehetnek is a versenyterembe, besétálhatnak, megnézhetik, hogy a lányok hogyan játszanak. De visszatérve az előbbi gondolatmenetre, hogy nincs, tehát a feszültséget nem tudják levezetni mozgással, és ez elképesztő az ő korukban, akik ilyen mozgásigénnyel rendelkeznek még, ugye, hogy ezt végig tulajdonképpen mozdulatlanul le kell játszani egy partit, és általában minden versenyen minimum 7x15 perces partit kell játszani. Tehát 7 játszmás bajnokságokban szerepel. Szigorú önfegyelemre nevel, ugyanakkor... Az önfegyelem, köszönöm szépen, ezt mondanom kellett volna korábban, hogy az is egy nagyon fontos személyisége. Ugye? Tehát tudnak uralkodni bármikor az érzelmek, ugye az érzések fölött, nem hagyják magukat kizökkenteni, és ez azért mindennapi életben is bejön azért, hogyha ezek a személyiségjegyek jól működnek. Erre buzdítjuk tehát kedves nézőinket, hogyha az elhangzott tulajdonságokat és erényeket szeretnék megélni, megtapasztalni, életükbe beépíteni, keressék fel a helyi sakk létesítményeket, a szakköröket, és a lányokhoz hasonló szép eredményeket érhetnek el. Máté, köszönöm, hogy itt voltak, köszönöm a hölgyeknek is, hogy eljöttek, és gratulálok az eredményetekhez, további szép sikereket kívánok, és jó munkát az egyesületnek. Köszönjük szépen. Köszönöm. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Várom Önöket új témákkal a jövő héten is. Viszontlátásra!